Szeretettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Zene, tánc, zene és még több zene. Erről fog szólni a mai weekend. Kezdjük a sort az új fehértói programokkal. Jó estét kívánok! Köszöntöm itt a stúdióba Gál Ferencné Editkét, aki a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, és Nagy Sándor polgármester urat. Hát úgy gondolom, hogy nem fognak unatkozni az új fehértóiak a következő hétvégéken, lesz program bőven. Kezdjük talán a közelebbivel, ami ugye most lesz holnap szombaton, ez pedig egy 11. országos gépészkovács találkozó. Ha valaki még soha nem hallott magáról erről a mesterségről, az hogy képzelje el, mi történik ilyenkor? Rengeteg gépész lepi el Újfehértót? Nem azt mondanám, hogy gépész elsősorban gépek. Régi 30-as években, korábbi években gyártott gépe, olyan egyedi gépek, amelyek gyakorlatilag egy-kettő, ha fellelhető az országban. Ezt a maga szervező, a rendezvény tulajdonos, illetve az ipartestület szervezi, az önkormányzat helyet ad ennek a rendezvénynek. Egyre nagyobb számban vesznek részt rajta, és természetesen a legnagyobb sláger az, amikor felvonulnak a városba, és körbejárva az utcákat megmutatják, hogy azért a 25-be, vagy 27-be, vagy 31-be gyártott Hoffer traktortól kezdve a fészgőzgépekig mi az, ami még fellelhető az országban. És természetesen én mindig csodálom ezeket az embereket, hiszen ők egy fanatikusok. Hát ezeket csak ilyen megszállottan lehet mivelni, főleg akkor, hogyha mondjuk az ország távolabbi pontjáról kell ide szállítani egy-egy ilyen gépet. Egyébként tényleg milyen messziről érkeznek a résztvevők? Tavaly, azt tudom mondani, hogy tavaly már Erdélyből is voltak, tehát külföldről is voltak vendégeink. Most nem beszéltem még a napokban a rendezvény szervezővel, de várják, hogy ebben az évben is lesznek külföldről is vendégeink. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor például elsősorban, amikor ugye gyakorlatilag a város helyt ad egy különleges atmoszférájú rendezvénynek, azért a távolabbi cél mégiscsak az, hogy megszerettetni a települést, megmutatni az értékeket, megmutatni egy picit akár a hagyományokat, a történelmet, amennyiben nyitottak erre az érdeklődők. Mi a tapasztalat? Mennyire ismerik meg mondjuk egy-egy ilyen rendezvény kapcsán Újfehértót? Én úgy gondolom, hogy igen. Hiszen be tudjuk mutatni ilyenkor az értékeinket, nyitva van a városi múzeum is, megtekinthetik az állandó, a kiállításainkat, sőt mi együttműködünk a Gépészkovács Fesztivállal, hiszen nálunk pénteken lesz a múzeumok éjszakája, és most a gyógynövények köré lesz a kiállítás szervezve, vetélkedővel, előadással és egy tűzzel. Hát egyébként az jutott eszembe, hogy most már jön egy kis lehűlés, úgyhogy lehet, hogy még az a tűz ott éjszaka még jóték, vagy este felé jótékony meleget is ad, meglátjuk, hogy elég hektikus az időjárás. Azt még nem tudjuk, hogy milyen lesz ugye a következő hétvégén, amikor viszont a 4. Fürtös Fesztivál kerül megrendezésre. Mit lehet tudni már rögtön az elején egy kicsit tovább gondolva magáról az idei termésről, milyenek lesznek a meggyek a településen? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a korábbi évhez képest körülbelül, ahogy legalábbis a gazdákkal én beszéltem, fele termés válható, és ami a nagyobb probléma, hogy nagyon nehezett, egy nagyon intenzív cseresznyelégy rajzás volt, és nagyon sok a kukacos termék. Tehát az árak egy picit jobbak, talán majdnem elfogadhatóak lennének, viszont mondom, a termés mennyiség az sajnos fele a korábbi időszaknak. Na hát akkor meg kell becsülni minden cseppjét majd annak a pálinkának, ami nyilvánvalóan az asztalra is kerül ugye ezen a bizonyos fesztiválon. Egy picit a programról meséljenek, mi mindenre számíthatnak azok, akik ellátogatnak ide. Általánosságban tehát egy egész napos programról beszélünk, illetve a városnak ez az egyik, mondhatni, hogy minden évben ez a legnagyobb rendezvénye, hiszen több ezres tömeget várunk, ez teljesen ingyenes az egész napos rendezvény.
délelőtt elsősorban mekkora délután gyermekprogramok, egy főzőversennyel kiegészítve is délután jönnek a nagyobb nevek, a koncertek, előadások, amelyek elhangzanak. Én amit szeretnék kiemelni, és majd a kolléganő szól még a részleteiről, az az, hogy a keleti gyepű íjászaival egy Árpád-kori udvar kerül felépítésre a múzeum udvarán egy jótával, és természetesen ők is fognak főzni. Tehát azt mondom, hogy 14 csapat fog főzni ezen a rendezvényen, természetesen elsősorban a megyes ételekhez, megyhez kapcsolódóan. Ők viszont egy köleskását fognak készíteni háromféle hússal, és ezt a Kassai Lajos megkóstolta egy rendezvényen, és azt mondta, hogy ez a harcosok eledele, úgyhogy természetesen lesz kóstoltatás egész nap, és akkor a többiről Edith kell, hogyha. Igen, délelőtt ugye a gyerekeké a fő program, fellépnek a helyi óvodások, a Lengyel Laura óvodás kicsinyei, az újfehértói tengertáncvárosi néptánc együttes is megmutatkozik, sőt az újfehértói Kempó sport egyesület is bemutatja, hát gondolom, hogy őket nem kell a tévénézőinek bemutatni, hiszen már világbajnoki címmel is rendelkeznek. Délután is, a kora délután is neki kedvezünk, hiszen az Aquamanopart fog nekik egy interaktív, egy zenés kis előadás, ahol a gyerekeket is bevonják játszani. A délután pedig már inkább a felnőtteké lesz, jön Mario, Desperado, Délheni, és az estfény csúcsa az pedig a Magna Cum Laude zenés koncertje. Később pedig a koncert után pedig DJ Kranyó várja még egy jó kis retro partival a szórakozni vágyókat. Ahogy polgármester úr mondta, a múzeum udvarban lesz ugye az Árpád-kori udvar, ahol ugye a jóta fel lesz állítva, és a jóta mellett még nem csak a keleti gyepősök mutatják meg magunkat, hanem egy magyar íjhegy készítő mesterember is be fogja mutatni. Lesz Mesterségek utcája, nagyon fontos, és nagyon tehát szeretnénk bemutatni a régi mesterségeket. Nagy hangsúlyt fektetünk ezeknek a mesterségeknek a bemutatására. Lesz kosárfonó, kovács, jön viseletkészítő, mézes kalácsos, szígyártó, és kit nem mondtam még, hát ékszerkészítő, nagyon sokan. Én úgy gondolom, hogy borzalmasan nagy a kínálat, úgyhogy már csak arra tudjuk buzítani a nézőket, hogy mindezt élőben próbálják ki, és persze kóstolják meg a sok-sok finomságot. Természetesen lesz pálinka kóstolási lehetőség is, ez ki nem maradjon belőle. A finomság alatt én a pálinkára is gondoltam, polgármester úr. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzá. Köszönjük szépen.